Említetted a multitaskingot, ugye ez is egy nagyon jellemző a mai modern embernek a világára, hogy egyszerre igyekszik sok dolgot csinálni, és úgy el is hitetjük magunkkal, hogy ezt jól csináljuk, és hogy ez egy hatékony mondjuk munkavégzés, munkai környezetre gondolunk. Hogy szerintem szinte biztos, hogy az, aki most ezt a videót nézi, is még egy másik tabban csinál valami más, vagy közben megy a levelező program, és esetleg ránéz a telefonjára, hogy működik ez valóban? Tehát tudunk mi egyszerre több dolgot hatékonyan csinálni? Ez attól függ, hogy mik azok a dolgok, amiket csinálunk. Tehát azt hiszem, hogy az emberek elég jelentős része megtanult vezetni, és mindegyikünk emlékszik arra, amikor az elején kétségbe esve próbáltunk egy sebességváltást, pedálokat, tükröket, indexet, és még ki tudja mennyi mindent egyszerre valahogy így egy rendszerben kezelni, és ez a úristen, ezt hogy fog megoldani, kimentünk a forgalomba. És ebből meg tudtunk oda fél év múlva érkezni, hogy biztonsági övben be se csatolom, közben telefonálok, közben nem tudom, üvölt a gyerek, annak még a szájában nyomok egy kis falatkát, vagy beszélgetek vele, szóval 3-4 dolgot csinálok. Mert ebből az az alapfunkció, például a vezetés, az annyira jól bement a procedurális memóriába, hogy már könnyen el tudom végezni. Tehát vannak olyan tevékenységek, amiket egész hatékonyan tudunk egymás mellett végezni. Ezzel együtt a tipikus mai munkatársát a multitaskingnek nevezett működés, az egyáltalán nem hatékony, sőt nem is történik meg. Nem szimultán végzek dolgokat, hanem nagyon gyorsan váltogatok egyik és másik feladat között. Tehát valójában solo tasking vagy single tasking folyik, és gyors váltogatás. Érdekes ez az autóvezetés, tényleg az egy jó példa, és jól lehet látni, hogy valóban ez egy bizonyos rutin után ezek észrevétlenül, vagy maguktól önműködően mennek már. De ha történik valami váratlan, az nagyon látványos, amikor mondjuk az autóvezetés közben valaki beszél mondjuk az utastársával, vagy telefonon, ez egész odáig jól megy, ameddig a megszokott rutinban történnek a dolgok, de ha hirtelen föltűnik valami váratlan, akkor elakad a beszélgetés. Persze. Mert akkor látszik, hogy most egyszer csak ez több figyelmet igényel ez a helyzet, meg nagyon látványos az is, amikor telefonon beszélünk valakivel, és egész pontosan lehet hallani azt, hogy valami mást is csinál. Így van. Megnövekszik az idő, amíg ő válaszolni tud, mert ebből is gyönyörűen látjuk azt, hogy a figyelem az egy limitált erőforrás. Abból valamennyi van adott pillanatban elérhető, és hogyha több dolgot csinálok, például vezetek és telefonálok, akkor ez, hogyha a vezetésben fölmerül valami extra, akkor ez már túlterheli a tárat, és nem fogom tudni valaminek a kárára fogok tudni csak több figyelmet az adott feladatra rekrutálni, és akkor például a telefonbeszélgetés elakad, mert már arra nincs elég figyelmem. Tehát időbeli és energetikai költsége van ezeknek a váltogatásoknak, amivel legtöbben nem vagyunk tisztában. Minél komplexebb, minél eltérőbb a két típusú feladat, annál nagyobb ez az időbeli és energetikai költség. Minden egyes váltásnál gyakorlatilag egyrészt meg kell hoznom azt a döntést, hogy most váltani fogok. Ezt lehet, hogy nem is tudatosul, de valamitől egyszer csak váltottam egyik feladatról a másikra, és utána még annak az új feladatnak a teljes szabályrendszerét, az úgynevezett threadjeit elő kell hívnom, hogy na most, hogyha ezzel foglalkozom, akkor mi mindent is kell egyszerre tudnom, hogy én ezzel tovább tudjak lépni. És hogy általában erre ezt nem gondoljuk végig, csak azt érezzük, hogy a nap végére, sőt, már általában nap közepére így ködös a tekintet, valahogy nem tiszta a gondolkodás, mert hogy hoztam ezer apró kicsi döntést. Mindegyik ilyen döntés oxigenizált glükózt fogyaszt, és egy idő után már nincsen hozzá, akkor szokott az lenni, hogy elkezdünk csokit zabálni, még két kávé, mit tudom én, mézes tea, szóval valamivel megpróbáljuk pótolni az energiát. És hogy még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a kis döntéseknek és a nagy döntéseknek energiafelhasználásból szempontjából nincs igazán nagy különbsége. Tehát nagyon sokan azt csináljuk, hogy a multitaskolás során hozott ezer pici döntés, ezt most válaszoljon meg, vagy később? Mi lesz, ha nem most válaszol meg? Az összes ilyen apró megfontolásunk, sok száz döntés ellövi a tárat, nincs annyi energiám, és amikor délután kettőkor tényleg kéne hoznom egy fontos döntést, azt már nem egy... hogy mondjam, hogy nem egy erős és jól megalapozott rendszer hozza meg, hanem egy elfáradt és átmenetileg pihenésre vágyó rendszer. Fantasztikus szellemes kísérletet csináltak bírókkal, akikhez kegyelmi kérvényeket nyújtottak be, és azt figyelték meg, hogy az ebéd utáni időszakban
olyan 2:30 és 3 között azokat a kegyelmi kérvényeket, amit akkor bíráltak el, annak egy nagyon jelentős részét elutasították. Miért? Mert amikor ő ilyen döntést hoz, nem ő ítélte el az illetőt, viszont ő helyezné szabad lábra. Ez neki egy hatalmas morális felelősség. És mivel délután 2-3 körül, ebéd után, meg amikor a cirkadián ritmus, ez a természetes ingadozás az energiaháztartásunknak amúgy is lent van, akkor nem mertek ilyen döntést hozni. Nincs energiánk arra, hogy gondolkodjunk. Így van. Ebben az igazán fontos, hogy nem tudtak róla. Tehát nem az a baj, hogy lemegy az energiám, és erről szól a tudatosság, ezzel nincs semmi baj, csak akkor ne foglalkozzak ilyen jelentőségű dolgokkal, de ők erről nem tudnak, ők azt hiszik, hogy ugyanaz a teljes szakmai és morális kapacitásom teljében lévő bíró vagyok, aki éppen most ilyen döntést hoz, de nem. Úgyhogy időbeli energetikai költség nagyon fontos, hogy már a puszta ténye mondjuk egy e-mailnek, ami ott csücsül a mailboxomba. Nem néztem meg, nem tudom, mi van benne, csak tudom, hogy ott van valami, ami lehet, hogy fontos. Bizonyos több kísérlet szerint ez ilyen akár 10 pontot is le tud venni az effektív IQ-mból. Tehát nem elérhető kognitív. Ezt mondtad, hogy a váltásnak van költsége. Így. A döntésnek is a váltás, az új feladatról a koncentrációra. Jól emlékszem, még van, nem tudom, hogy mi a pontos magyar fogalom, de van egy ilyen figyelmi maradvány, hogy ezt is mondják, hogy már én az új dologra szeretnék ugyan koncentrálni, de még valahol a gondolataim ott járnak az előzőnél, hiába szeretnék én más, az is még pluszban veszel időt, tehát valóban ez illúzió. És ugye mondtad az e-mailt, vagy az, hogy még azt sem tudom, hogy mi a téma, de már zavar és már köt le valamit a figyelmemből. Ugye ezzel párhuzamosan meg úgy alakul át a világ körülöttünk, hogy nem igazán szabad már mondjuk olvasatlanul hagyni üzeneteket. Tehát mondjuk ameddig még a klasszikus posta volt ott, ha más nem, az megszűrte, hogy mikor jött a postás, igen, és hogyan válaszoltam erre. Ugye az e-mail ez most már egy ilyen azonnali választ vár az ember, hogy elküldte az e-mailt, és hogyha nincs még reakció, igen, akkor mi van a másik oldalon, és innen megyünk át a még fiatalabb korosztály, már az e-mailre is egy kicsit ilyen őskövetként tegyük. A Facebook. És akkor ugye szöveges üzenetek, igen, és ott már az is sértés, ha nem azonnal olvassa el a túloldal, nem csak az a reakcióra való igény, tehát valahogy így elképesztő módon gyorsítjuk a világot magunk körül, nem elég, hogy az gyorsul magától is, hanem még mi magunk is elteszünk el a lapáttal. És egyébként ez jó, hogy hozod ezt az e-mailt, vagy az e-mail példáját, mert nagyon sok vezető arról mesél, hogy az e-mailnek pont a személytelensége miatt, meg pont az, hogy oda bármilyen típusú információ bejöhet, egy csomó ember olyannal is megkeres valaki más, tehát mondjuk a vezető szemszögében olyannal is megkeresnek engem, amit egyébként nyilván telefonon eszeágában nem lenne tőlem kérni. Tehát, hogy pont a személytelensége miatt sokkal bátrabbak vagyunk. Nem belefér. Minden belefér, és hogy valahol meg a legtöbbünkben lesz egy ilyen belső kényszer, hogy legalábbis nekem válaszolnom kell. És hogy a legtöbb ember szétaprózza magát az egész napos e-mail nézegetéssel. Nem sokkal ezelőtt mit csináltunk, jött a napi posta, és rászántunk egy fél órát, hogy akkor azt megnézzük, vagy amennyi kellett, de az egy darabkája volt a napnak. A mai napig komoly szintű vezetők azt csinálják, hogy egyébként a stakeholderekkel egyeztetve mondjuk egy nap egyszer vagy kétszer néznek e-mailt, és lehet tudni, hogy 10:30 és 11:30 között, meg délután 4 és 5 között dolgoz fel e-mailt, tehát hogyha valami nagyon fontos és sürgős van, akkor majd akkor lehet tőle számítani valamire, valamilyen válaszra. Nem hagyja szétaprózódni az egész napját ezekkel.